Miben látod a jövőtöket, hogyha egy kötetlen pályán mozdulhatnál tovább, tehát akármit tekintve, merre felé mennél? Hát figyelj, én azon dolgozom, meg azt szeretném, hogy rám úgy tekintsenek, mint ilyen média szakemberre. És hát szerencsére most is rengeteg olyan munkánk van a Gergővel, közösen is, meg egymástól függetlenül is, ahol mi nem az arcunkat adjuk egy projekthez, hanem a kreatívunkat, a szerkesztői tudásunkat, tudunk rendezni, azért van közünk a világításhoz, fényeléshez, vágáshoz is, szóval, hogy a nagyon jó dolognak tartom, hogy már most egy csomó mindenben igénybe veszik a mi szaktudásunkat, és bízom benne, hogy esetleg amikor már én kevésbé leszek mondjuk vicces, nem tudom, mert ugyanolyan vagyok mindig. Tehát, ha ezt megunják az emberek, vagy esetleg én fáradok el, akkor is úgy maradok benne a szakmában, hogy továbbra is azt csinálom, amit eddig. Jó hangzik. Van olyan esetleg külföldi, aki ilyen nagyobb névés követ, vagy akár kisebb, de megvan az indokot, hogy mégis nézed a videóit? Kisebb is van, nagyobb is van, de én inkább Twitch-en követek embereket. YouTube-on is követek néhány embert, de YouTube-on a tartalom miatt, az ember miatt én nem tudom hirtelen megmondani neked, hogy kit követek. Mondjuk lehet, hogy a Hearthstone-osokat követek YouTube-on. Jó, persze. A Disguised Toast-ot, aki egy nagyon vicces gyerek, őt azért követem, mert ő nagyon vicces, de például a Crippet, Cripperient azért követem, mert hogy fontos, meg jó dolgokat mond. A Crippnek a személyisége az egyáltalán nem áll hozzám közel, meg semmi. Ő tényleg azért nézem, hogy na most erről beszél, how good is Cabal Courier. Ez érdekel engem. És nem az érdekel, hogy a Cripperient mondja, hanem az érdekel, hogy mit mond, mert ő egy hiteles ember a szememnek. A Disguised Toast-ot akkor is bekapcsolom, amikor olyan deket játszik, ami nem érdekel, mert tudom, hogy vagy akkorákat miszpléjel, mint amiket én szoktam, vagy olyan jó poénokat mond, hogy szakadok a rögéstől, és igen, Twitch-en követek olyan kicsike embereket, akiket mondjuk ilyen 30-an meg 40-en néznek. Tök véletlen találtam egy Puppi nevű, nagyon vicces a neve, Puppi nevű finn gyereket, aki a világ egyik legjobb tracere, és Grandmaster rank legteteje, és nézik 30-an. És ő ott van játszogat, és mindig köntösben van, ő a Bathrobe Warrior, így hívja magát, és tök jó fej srác. Mennyire jó. Követek egy olyan Heroes of the Storm-os srácot, aki igazából most nyerte meg a legnagyobb amerikai egyetemista versenyt a csapatával. Hoppa. De hogy őt is ilyen 15-en, meg 20-an, meg 30-an nézték eddig. Nyilván amióta nyert, azóta 400-an, 800-an ezzel nézik, de hogy tök jó dolog így rájönni arra, hogy na, nem véletlen tetszett nekem ennek a sásznak a munkássága, így, hogy kapott egy kis reflektorfényt, sokan mások is rájöttek, hogy milyennyire pró, milyen jól magyaráz, jó a humora, tök jól lehet tőle tanulni, és akkor sokan nézik. Úgyhogy ez ilyen önigazolás nekem, hogy jaj, de jó, én is néztem a Cure-t, és most már sokan nézik, és ez milyen jó. Szóval igazából ennyi. Na, szuper, és még egy utolsó kérdés, mielőtt tovább engedlek. Mi volt így a szakmádban per a videózással kapcsolatban a legnagyobb ilyen pozitív csalódás, amit még a mai napig is emlékszel? Hűha! Olyan mély kérdéseket veszel fel, hogy így próbálni kívánok. Kifejezetten olyanokat kerestem, amiket nem így gyakorlatilag ezek a tucat kérdések. Persze, tudom, mióta pont ez a bajom. Igen, pont ez a bajom. Azt mondtad, mikor kezdted el, stb. Nem. Igen. Nem tudom. Nekem a legkedvesebb élményeim az az, hogy bármikor találkozom gamedíjatás kollégával, mindenki tök jó fej, meg nagyon aranyosak. És a való életben beigazolódik folyamatosan annak az ellentetje, hogy? Ami néha a komment szekcióban van, tudod, amikor csak a fikázásról persze, szól, persze, csak meg a csúnya dolgokról, és akkor találkozol élőben a gamedíjod a kollégákkal, meg a hírünökség szerkesztőségi tagokkal, és annyira jó fej mindenkinek, annyira cukik meg, tökké az egész. Úgyhogy ez az, ami folyamatosan erőt ad ahhoz, hogy tovább csináljuk a munkánkat, meg az nagyon jó élmény, amikor valaki csak úgy bármiféle szándék nélkül ír egy e-mailt, hogy köszi, ez meg az, és hogy ezen jól szórakoztam, és nem az, hogy hello, mikor játszotok ezzel meg ezzel. Hanem, hogy így leírja, hogy valamit jelentett neki valami videó, vagy hogy jaj, de jó, adtok 10 perc röhögést az életemben. Ezek a jó dolgok. Szuper, köszönöm a válaszokat, és további jó szórakozást. Sziasztok!